Kihasználják a jó időt a bonyhádi idősek otthon lakói, és kintisszák meg a teájukat. Már bátrabbak, hiszen nemrég megkapták a koronavírus elleni első védőoltást. Nem éreztünk semmit sem, mindenkinek nagyon jól sikerült, és semmi mellékhatása nincs, mindenki jól van, és akkor most várjuk a következőt, hogy minél előbb kimehessünk. Czász Józsefné elmondta, a korlátozások enyhítése után első útja a családjához vezeti majd, de azt is megtudtuk, hogy milyen volt az elmúlt majdnem egy év az otthon falain belül. Voltak napjaink, amikor kicsit nehezebb, de több volt a jó. Olyan biztonságban éreztük magunkat, mivel kis Kelemen Eszter, az otthon vezetője és a nővérek olyan magas színvonalon védték a lakókat, hogy azt elmondani nem lehet. Nagyon vigyáztak ránk, szigorúak voltak, néha morogtunk is, de megtettük, amit kellett, úgyhogy de a mi érdekünkbe tették. A családtagokkal a kapcsolatunkat a legmesszebb menőkig támogatták tévén, vagy a videón keresztül, telefonon keresztül, a kapun másfél méter, két méteres távolságban. De az is megoldott volt, amit lehetett mindent. Ünnepségek picibe, de megmaradtak családba, egy ilyen kicsike kis családba, de semmi olyan műsor, amit szoktunk tartani családi nap, karácsonyi ünnepély, húsvét, semmi nem maradt el. Főnökasszony gondoskodott arról, hogy mi ne érezzük azt, hogy be vagyunk zárva. A legmesszebb emlőkig köszönjük. Kiskelemen Eszter, az idősek otthona szakmai vezetője is elismerte, hogy nehéz időszakot éltek meg az elmúlt évben. Az idősek nyilván a korukból adódóan fokozottan veszélyeztetettek. Egy bentlakásos intézményben pedig ez halmozódik, hiszen ha egy zárt közösségbe bekerül a vírus, akkor az ott óhatatlanul végig söpör a közösségen. Ennek egészen egyszerű a magyarázata, tehát a gondozói munkát távolságtartásból nem lehet végezni. Ugye itt direkt kontaktus történik, és ez elkerülhetetlen. Ezért rendkívül fontosak a szabályok, a bevezetett szabályok, a higiénés szabályok tartása, a megfelelő fertőtlenítőszerek, a kézfertőtlenítők, és hát ugye ennél azért jóval komplexebb szabályrendszerünk van. Nagyon fontos, hogy a dolgozók ezt magukénak érezzék, és teljes felelősséggel, és átérezve ennek a súlyát, ezt tartsák. Azért ez rendkívül nehéz, hiszen itt több mint, illetve hát lassan egy éves távlatról beszélünk, tehát a szabályok ilyen fokú és ilyen hosszú távú betartása azért az napról napra nehezebb szerintem mindenhol. Eddig azt gondolom, hogy szerencsénk volt, és igen, elkerült bennünket a vírus. Nyilván tettünk is érte. Ugye egyrészt a fokozott szabályrendszer betartásával, az infekciókontroll szabályok maximális betartásával, és hát számos egyéb intézkedéssel, igen. Az otthon szemléletmódját alapjaiban változtatta meg a vírus. Az integrációra törekszünk, tehát kifejezetten arra, hogy vigyük őket a közösségi programokra, menjünk, mocorogjunk, tehát igyekszünk őket mozgatni, és ezzel most tulajdonképpen teljes izolációval élünk, ami hát rendkívüli módon nehéz. Az intézményünk szemlélete az kifejezetten a nyíltságra törekszik, tehát a hozzátartozókat, családtagokat egyébként teljes mértékben igyekszünk bevonni a mindennapjainkba, és bizony ez most nem megy, tehát most nincs arra lehetőség, hogy valaki a hozzátartozójával töltse délutánt, vagy vele fogyassza el az ebédet, mert mondjuk már ez a legfontosabb célja egy napra. Így egyéb módon próbáljuk a kapcsolatot tartani, ugye az udvarunk adta lehetőségeket, igyekszünk kihasználni, tehát a kerítés két oldalán megfelelő távolságból azért egész végig találkozhattak, amennyire az időjárás ezt engedte, de ezen kívül elektronikai eszközök segítségével, videóhívások
de tudjuk, hogy az azért nem olyan. Tehát nagyon hiányzik a család, sok hullámvölgyet, hullámhegyet megéltek a lakók, nem könnyű. A védőoltást az intézmény mind a 16 lakója, és az itt dolgozó 10 fő is megkapta. Azonban a teljes védettséget csak február 19-én nyerik el. Ekkor kapják meg házi orvosuktól a második védőoltást.